Országos akció részeként Sárospatakon is megvizsgálták az érdeklődők talpát. Az egészség megőrzés és megelőzés jegyében zajlott akcióról a gyógytornász beszélt híradónknak. A talpvizsgálógéppel járjuk az országot, most főleg inkább Kelet-Magyarországot. A célja az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy körülbelül milyen problémáik vannak, amiket vagy figyelmen kívül hagynak, vagy nem nagyon érdekli őket, illetve próbáljunk olyan megoldást ajánlani nekik, vagy valamilyen kényelmi, gördülő talpos cipő, vagy valamilyen lábgyógytorna keretén belül. A vizsgálat egyszerű, de nagyszerű, és azonnal kimutatja a testtartásban felfedezhető problémákat. A gépre ráállva mezítláb vagy zokniban meg tudjuk nézni a nyomási pontokat, hogy hol terhel a láb. Ez általában a sarok a kislábúj, illetve a nagylábúj párnánál kéne, hogy legyen. Az emberek 90%-ánál nem így van. A rövid vizsgálat számos egészségügyi gondot felfedez, amelyre megoldást is kínáltak. Kapunk egy, diagnózisnak nem mondanám, én nem vagyok orvos. Kapunk egy képet, amiből körülbelül azért meg lehet állapítani, hogy milyen probléma van. Ez lehet bokasüllyedés, tért fájdalom, valamilyen izületi kopás, gerincferdülés, derékfájdalom, és ez alapján tudunk ajánlani valamilyen gyógymódot. A vizsgálat szinte valamennyi korosztálynak javasolt. Igazából kisgyerekkortól várjuk az érdeklődőket szülőkkel, általában a gyerekeknél a lábboltozat még nem alakul ki körülbelül 7 éves korig, de nem árt megnézni, főleg, hogyha van valami konkrét panasz, hogy ez miből eredhet, mert így könnyebb megelőzni a bajt, mint utána gyógyítani. Mivel hajlamosak vagyunk halogatni a különböző egészségügyi vizsgálatokat, a TAP tesztet maximum 5 percre tervezték, hogy mindenkinek legyen rá ideje.